Csak nem 1000 a földközi tengerből kimentett migráns várja a sorsát három mentőhajó fedélzetén Olaszország partjainál. Az új jobboldali olasz kormány pénteken olyan intézkedést fogadott el, amely hivatalosan is lezárja kikötőit a humanitárius csoportok mentőhajói előtt. Végre ismét megvédjük határainkat és nemzetünk törvényeit. A kabinet ülésén jóvá hagytuk, hogy külföldi hajók nem érkezhetnek csak és kizárólag illegális migránsokkal Olaszországba, mondta egy a közösségi oldalakra feltöltött videóban Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter. A civil szervezetek az egyre romló körülmények veszélyeire figyelmeztetnek. Az SOS Mediterráni szerint a közelgő erős eső és szél miatt a migránsoknak sürgősen menedékre van szükségük. Az egyik mentőhajó, az Ocean Viking utasai már két hete a fedélzeten vannak. Az olasz hatóságok csak a kiskorúak és a sürgős ellátásra szorulók leszállítását engedélyezték. A legénység már más országoktól is kért kikötési engedélyt.